Múzeum pedagógiát nehéz megválaszolni, hogy pontosan micsoda, nincsen rá definíció. Ahány múzeumi intézmény van, vagy egyéb intézmény, mindenki egy kicsit másként gondolkodik róla. Nálunk itt a Magyar Nemzeti Múzeumban a múzeum pedagógia az egy módszer, amivel foglalkozunk, amivel foglalkoztatunk különböző életkorú látogatókat. Főképp ez iskoláskorú gyerekeket jelent, de mivel módszer, ezért felnőtteknél is lehet alkalmazni, csak kevésbé veszik igénybe felnőttek. A módszer lényege pedig az, hogy nagyon interaktívan segítünk azoknak, akik részt vesznek a múzeum pedagógiai foglalkozáson, abban, hogy egy olyan információhoz jussanak, ami számukra releváns, tehát hogy értelmezhető. Nem, mivel történelemről van szó, Magyar Nemzeti Múzeum, ugye főleg magyar történelemről, ami alapvetően egy elég elvont fogalmi gondolkodást igénylő, amúgy is sokan esetleg ilyen negatív érzelmekkel párosítják a történelmet. Mégis itt nem ezekre, amiket az iskolában tanulnak általában az emberek, nem ezekre fókuszálunk, hanem ezt kiegészítve olyan izgalmas témákra, ami mindennapi. Tehát, hogy hogyan éltek régen, hogyan ettek, milyen ruhát használtak, ilyen témákkal foglalkozunk egy-egy korszakon belül, hiszen ha az egész történelmet néznénk, ez nagyon változatos lenne. Úgyhogy, és ezekhez nagyon változatos módszereket alkalmazunk, amit mindig a látogatóknak az életkorához is igazítunk. Tehát lehetnek itt különböző játékos módszerek, kincskereső feladat, különböző ilyen felfedező feladatok, akkor drámapedagógia, most például vannak külön játékosított programjaink is, azokat is alapvetően a múzeum pedagógia alá soroljuk. Két névre van szükségem. Egy az, akire a 5 állítás igaz, és a plusz egy állítás, hogy az kire lehet igaz, jó? És utána ezeket mind meg fogjuk beszélni. 2, 3, 4. Jó? Borítsátok ki nyugodtan. A Magyar Nemzeti Múzeumban előírás, hogy vagy történész, művészettörténész, vagy régész végzettséggel rendelkezzen az, aki múzeumpedagógus lesz. Pedagógus végzettség nem szükséges hozzá, ez általában úgy történik, hogy nekünk nagyon sok külsősünk van, aki segít, mert négyen vagyunk főállásban múzeumpedagógusok, de rengeteg az igény a foglalkozásokra. És éppen ezért főleg a töri szakra járó egyetemistákat kerestünk meg, és ők nagyon szívesen is vállalják, hogy töri pedagógia szakra járó egyetemisták segítenek be nekünk. Úgyhogy van, aki tanul pedagógiát, de alapvetően, amikor van egy ilyen felvétel, akkor mi azért leellenőrizzük az ő képességeit is, hogy mennyire tud a gyerekekkel együtt dolgozni, mennyire érez rá arra, hogy mire van szüksége a gyerekeknek, és nem csak egy előre jól begondolt vagy gyakorolt valamit próbál nekik átadni, hanem hogy ráérez arra, hogy mi szükséges a gyerekeknek. Tehát itt azért, ha nincs is pedagógus képzettsége, azért figyeljük, hogy legyen egyfajta ilyen pedagógus véna, ami segíti őt ebben. Múzeumpedagógusként 2015 óta dolgozom itt a Nemzeti Múzeumban. Az ötlet onnan jött, hogy 2013-tól önkéntes voltam, és bekapcsolódtam a tárladvezetésekbe, programok segítésébe, és akkor igazából megtetszett ez az egész dolog, és volt is éppen üresedés, voltak próbaórák, stb., és akkor így lényegében bekerültem hivatalosan is múzeumpedagógusként. Ugye télen, ha mondjuk esetleg befagyarodnak, vagy megemelkedik a Dunavíz szintje, vagy zajlik a folyó, akkor egyszerűen ez, tehát a két város közötti átmenet, az ugye lehetetlen lesz. És hát ez kinek a kezdeményezésére épült? Széchenyi. Na itt is egy személyes élmény volt, meghalt az édesapja és sietett az ő temetésére Bécsbe, és egyszerűen nem tudott átkelni az Aljó Dunán, úgyhogy az ő kezdeményezése volt egy állandó kőhíd, és nagyon jól mondtad, hogy ez azért is nagyon fontos,
mert egyrészt ugye az ipart is serkentette, meg még mit serkentette. Alapvetően van egyfajta szakmai képzés, ami azt segíti, hogy a kiállításokat jobban megismerjék. Ezt a mi történészeink, muzeológusaink tartják, bemutatják ilyenkor a kiállítást, a kiállításhoz kötődő különböző ismereteket, új történelmi kutatásokat, illetve mi is adunk anyagokat, olyan kiadványokat, amiben fontos információkat tudhatnak meg, valamint adunk módszertani segédanyagot is, amiből például múzeumpedagógiai órák felépítését, különböző módszerekről olvashat, úgyhogy többféle módon segítünk, illetve van egy ilyen, hogy óratervet kell írni, és utána megbeszéljük azt, hogy pontosan hogyan képzeli el ezt a foglalkozást, és utána megpróbáljuk lemodellezni, mivel már nagyon sok gyereket tanítottunk, szinte az összes gyerektípust tudjuk produkálni egy ilyen órán, és akkor megnézzük, hogy hogyan tud ezekre reagálni az éppen múzeumpedagógusnak menni szándékozó segítségünk, de általában ez mindenkinek jól szokott menni. Alapvetően történész vagyok, az ELTE-n végeztem, most jelenleg is PhD-mat csinálom, úgyhogy ez az alapvégzettségem, és minden egyéb dolgot, ami ugye a múzeumpedagógiával kapcsolatos, azt így tanultam gyakorlatban is ugye a kollégák, és különböző, hát mindenféle képzések által. Nézzük meg ezeket? Gyertek! Közvetlenül a gyerekektől, közvetlenül az óra során vagy végén kapunk visszajelzést, hogy jól érezték magukat. Például az egy nagyon jó visszajelzés, annak nagyon örülök, amikor eltelik másfél óra, és utána mondom nekik, hogy akkor most véget ért az óra. Nagyon ügyesek voltak, és akkor az a következő válasz, hogy már is, pedig hát azért másfél óra tudjuk jól, hogy például egy általános iskolásnak, aki 45 perces órákhoz van szokva, az egy hosszú idő, de mégis ez azért jelzi, valamint nyilván szokták mondani, hogy ez jó volt, jól érezték magukat. Csukva lévő szemmel, tegye fel az a kezét, aki jól érezte magát ma. Nagyon jó, most letehetitek, és ki lehet nyitni a szemet is. Na hát úgy látom, hogy jól érezte magát az egész csoport, úgyhogy ennek nagyon örülök. És ez a foglalkozás sajnos véget ért, de máskor is nagyon szívesen látunk itt titeket. Úgyhogy én örültem, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen! Ezen kívül van az élő múzeum program, amely során egy tárlatvezetésen belül történelmi szereplők jelennek meg és beszélgetnek a látogatókkal. A szakmai eseményeknek a helyszínéről szolgál, valamint egy természetesen egy különleges alkalmakra a látogatók számára is nyilvánossá válik. Van esetleg bármilyen kérdése? Az élő múzeum vagy élő interpretáció az egy angol szász területről származó forma, ami a múltnak a megidézését jelenti a látogatók vagy az érdeklődők számára, és tulajdonképpen egy tényleg élő történelmi folyamatba csöppennek bele a látogatók, amikor részt vesznek ezen az interaktív programon, és a nevéből adódóan is ez a látogatóknak a bevonásával valósul meg. Egy klasszikus tárlatvezetés formájában, amikor beöltözött karakterek jelennek meg a múltból, akik beszélnek arról az adott történelmi szituációról, történelmi helyzetről, hogy ővelük éppen mi történik akkor, és ez főként egyes szem első szemében valósul meg, és így még jobban átélhető az az adott történelmi időszak. Képzeljék azon a tavaszi délután, amikor mi megiszlettük ezt a fajta édességet, pont akkor volt a nagy millenniumi kiállítás, ahol bizony maga a múzeum is nagyon sok szép emléket mutatott be a nagy közönség számára. De bevallom önöknek, akkor mi még nagyon kicsik voltunk, és sokkal jobban érdekelt minket a fajtaltáros csemege pultja, mint azok a gyönyörű műtárgyak, amiket ott meg lehetett nézni.
Hát ugye nem vagyunk színészek, hanem alapvetően történészek, művészettörténészek vagyunk. Nyilván azért egy minimális színészi játék szükséges hozzá, hogy valaki át tudja érezni és megélni azt az adott karaktert, de mindig törekszünk arra, hogy forrásokat használjunk fel, hiteles legyen maga az a karakter. Nem feltétlenül valós személyeket alakítunk, hiszen nagyon nehéz lenne magyar történelmi kontextusban ezt tényleg hitelesen megvalósítani, de mindig korabeli feljegyzéseket, naplójegyzeteket, levelezéseket használunk fel egy karakter kiépítésénél, felépítésénél. Úgyhogy tényleg igazából egyfajta elhivatottság szükséges, minimális kiállás, színészi tudás sem már természetesen, de az sem hátrány, hogyha valaki ezzel nem rendelkezik, ez maximum csak segíteni tudja az átélését annak az adott személynek. Talán az óvodapedagógiáról nem beszéltem, ami alapvetően múzeumpedagógia, de mégis egy óvodás csoporthoz egészen másképp kell viszonyulni. Tehát más az, amit velük lehet csinálni. Úgyhogy az óvodapedagógiai program is most már egyre sikeresebb nálunk. Ez alapvetően azt jelenti, hogy egy mesés programon vesznek részt a gyerekek, ami nagyon változatos, hiszen az ő figyelmük azért elég határos, úgyhogy itt a mesén belül nagyon-nagyon sok különböző aktivitásban vesznek részt, magán a történeten belül, és hát kézműves foglalkozás is van a végén. Olyan erősen, minden egy pillanat, majdnem kiszakadjon a papír. Olyan erősen. És akkor a körvonalát is most én átrajzoltam neked belül. A legtöbben nagyon élvezik. Sokszor egyébként az a tapasztalat, hogy előítéletekkel jönnek, tehát aki mondjuk még nem volt múzeumban, akkor fúj, múzeum, jaj, tök uncsi lesz, régi tárgyak, stb. Nyilván történeti múzeum is vagyunk, tehát hogy így fúj, történelem, tehát így érkeznek, és akkor mindig az a cél, hogy ezt egy picit megfordítsuk, és hát élményekkel gazdagodva és tudással gazdagodva távozzanak tőlünk, és közben ezt úgy adjuk át, hogy ők ne vegyék észre. Pontosnak tartom, hogy a diákok találkozzanak ne csak a történelemkönyvek lapjain szereplő személyekkel vagy eseményekkel, hanem kézzel fogható legyen az élmény, úgymond. Én azt gondolom, hogy ez pont talán az Z-generáció számára a legfontosabb, hogy nem csak a mobiltelefonoknak, a tableteknek a világa van, hanem amit itt láttunk, bele lehet bújni egy jelmezbe, oda lehet menni egy olyan ikonikus tárgyhoz egy adott korszakból, ami mondjuk esetleg egy tankönyvnek alapján egy ilyen két dimenzióban látható csak. És nagyon jó emlékeim voltak a Nemzeti Múzeummal kapcsolatosan, mert a Históriás Játszóház régen, ami működött és még ma is vannak programjai, ez nekem annak idején hatalmas élményt jelentett. És azt gondolom, hogy valahogy a múzeum pedagógiának is ugye vissza kell térni itt a 21. században ugye a legrégebbi funkciójához a múzeumnak, ami egyfajta ilyen csodák kamrája, gyűjteménye volt, és hogyha egy-egy tárgyra rácsodálkoznak, vagy egy-egy dolgot elvisznek magukkal, akkor szerintem már nem volt hiába való.